Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc ebben a ciklusban utoljára ülésezett jelenlegi összetételében a Vármegye Közgyűlése. Az elmúlt 5 évet értékeljük mai műsorunkban, de nézzük, miről lesz szó. Konstruktív, konszolidált közgyűlések, munkával teli eredményekben gazdag 5 éves ciklus, sport célú beruházás, 500 millió forintból sportkomplexumot újítanak fel és bővítenek Tiszalökön, fontos a jelzőrendszer, gyermekvédelmi konferenciát tartottak. Ciklusszáró ülését tartotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés. A 2020-24-es időszakban 41 alkalommal üléseztek a képviselők, emellett 13 rendkívüli ülést is tartottak. Vendégünk a stúdióban Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke. Köszöntöm Önök úr, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Talán pontosítsuk, hogy ezek a rendkívüli ülések, amiről a felkonferáló szöveg említést tesz, ezek annyira nem számítanak rendkívülinek. Hát azt mondanám, inkább soron kívüli, nem tervezett, nem az ülésterben szabályozott módon került sor ezekre az ülésekre. SMS módosításunk lesz majd a következő ciklus elején, remélhetőleg, akkor fogom is javasolni, akár elnökként, akár közgyűlési tagként, hogy az SMS módosításánál inkább a soron kívüli pontosabb terminus ennek a műfajnak. Nem volt benne az ülésterben, amit évelején elfogadunk, és attól már rendkívül lesz. Talán helyesebb, hogy a soron kívülinek hívjuk. Ezek általában pályázati beadási határidők miatt, valamilyen döntés sürgőssége miatt, esetleg a fejlesztéspolitikai célkitűzések miatt kellett nem soros, hanem rendkívüli vagy soron következő ülést tartanunk. Mindezek mellett akkor kijelenthetjük, hogy ez egy viszonylag nyugodt, kiegyensúlyozott ciklus volt, annak ellenére, hogy volt egy Covidunk, volt egy energiaválságunk. Hát leginkább ezekre, hogyha rendkívüli eseményekre gondolunk, akkor ezekre kell gondolunk. Ugye ezek már néhány éves távlatban vannak, de ebbe a önkormányzati ciklusban történtek. A Covid helyzet az valóban olyan volt minden család, minden ember életében, amire nem számított a 21. század elején. Ez nyilván az üléstervünkben is meglátszik, hogy abban az időszakban kevesebb ülést tartottunk, illetve online formában kerültek az ülések megtartásra. És hát itt van a szomszédunkban az zajló háború, ami a megyei önkormányzat munkáját közvetlenül nem érinti, de a vármegye lakóit annál inkább érinti, sőt megkockáztatom települési önkormányzatokat még inkább, különösen határmenti településeket, és azt kell mondanom, hogy jól vizsgáztak a határmenti kis településeink. Még mielőtt a katasztrófa vetelem, az állami szervek meg tudtak volna mozdulni, civil szervezetek, karitatív szervezetek, egyházi szervezetekkel, de főként a települési önkormányzatok, azt a 4 települést emelnénk ki, akik határátkerővel rendelkeznek, példásan és példamutatóan viselkedtek ott az emberek rögtön, befogadóak voltak, és a menekült áradatot a későbbiekben is hát, hegyelmezetten, és azt kell mondanom, hogy jó szívvel végezték ezek a önkormányzatok. Mi volt az, ami a munka gerincét képezte az elmúlt 4 évben a megyei közgyűlésben? A területi operatív programnak a végrehajtása, illetve a TOP plusznak, a területi operatív plusznak a tervezése, illetve az ezzel kapcsolatos első lépések. Az első lépéseken túl vagyunk, nagyon sok döntés már meghozott a vármegyei önkormányzat. Tulajdonképpen a rendelkezésünkre álló következő 7 éves ciklus esetében 4/5-ét a forrásoknak már lekötöttük. Tehát ezek is megtörténtek, ezek a nagyon fontos döntések. Elkezdődtek a végrehajtásai, már TOP pluszos beruházásokat adtunk át. Körülbelül hasonló nagyságrendel, picivel több pénzzel tervezhettünk a TOP pluszban, mint a TOP-pal. Ez azt jelenti, hogy jó volt mondjuk a forrás szerzési képességünk így az uniós források tekintetében. Nyíregyházzal együtt több mint 170 milliárddal tervezünk ebben a 7 éves ciklusban, de megkockáztatom, hogy ennél többel fogunk zárni aztán majd. 4 éves ciklust zárnak most, de jóval messzebbre nyúlik vissza ez a munka, hiszen már majdnem 20 éve együtt dolgoznak. Mi az a stratégia, amit felállított a Vármegyei Közgyűlés, és az elmúlt 4 év az hogyan illeszkedett, illetve hogyan folytatta ezt a stratégiát? Hát nagyon fontos volt, hogy ne csak magunkról, hanem a Vármegyéről is gondolkodjunk. Éghajlatváltozás, nem közvetlen vármegyei feladat, tehát mondjuk a élőhelyünkkel foglalkozni, de KEO pluszban sikerült erre forrásokat szerezni, 23 milliárd forint erre van tervezve.
2,5 milliárd forintért megvalósult a tervezés. De az lenne a koncepció lényege, hogy a Tiszából a Nyírség vízválasztójára vezetnénk vizet, ahol aztán elsősorban a megye felé, de Hajdú-Bihar megye felé is vizes élőhelyeket revitalizálnánk. Minél több olyan korábbi vízfolyást, amik megvannak, csak nincs bennük víz. Ugye erről sokat beszélünk, most már egyre többet beszélünk erről, de a vízügyi szakemberek több mint 10 évvel ezelőtt felhívták erre a figyelmünket. Az időjárási szélsőségek nagyon megváltoztak. A vármegyei önkormányzatnak erre egyébként kötelező volt minden magyarországi vármegyére éghajlatváltozási tervet készíteni, ezek a terveink megvannak. Ennek a folyamánya az, hogy egy ilyen vízügyes beruházással készülnek a szakemberek a következő években, remélhetőleg ez meg is fog valósulni, hogy a talajvíz szintet növeljük a megyében, és ilyen módon ezeket az időjárási szélsőségeket igyekezzünk kiküszöbölni. Nem közvetlenül a vármegyei önkormányzat feladata, de a gazdaságfejlesztés. Ebben vannak bizonyos kompetenciáink, hiszen a településfejlesztés az összekapcsolódhat szorosan az iparfejlesztéssel. Van is kifejezetten iparterületek fejlesztésére vonatkozó programunk, de van egy paktum programunk, ahol munkahelyek megőrzését, új munkahelyek támogatását segítjük elő, illetve képzési programokat tudunk indítani. Itt már Nyíregyházával közösen a paktum plusz program keretében ezt töretlenül fogjuk végezni. Több ezer munkahelyet sikerült ilyen módon megmenteni, illetve új munkahelyeket teremteni. És hát azok a kedvező gazdaságpolitikai intézkedéseket is, amit kormányzat elhatározott több mint 10 évvel ezelőtt, Magyarország újraiparosítása, a keleti nyitás, a konnektivitás, azok a megyében is érzékelhetők. Meggyőződésem szerint ezért tudtuk közös erővel azoknak az embereknek a munkájával, akik vállalták, hogy akár a munkásbuszra felszállnak hajnali 4 órakor, elmennek a következő ipari központba dolgozni, akár Nyíregyházára, Kisvárdára, Nyírbátorra, Mátészalkára. Az ő munkájuk eredménye az, hogy az ipari kibocsátásunk 4-szeresére nőtt 2010 és 2022 között. A megyei eső GDP pedig 2,5-szeresére. Voltak persze inflációs hatások, de hogyha az inflációs hatásokat levesszük, akkor is ez egy, hogy mondjam, tiszteletre méltó teljesítmény, úgyhogy mindenkinek munkával, a munkájával tette ezt lehetővé, és ezzel tisztelettel kell megemlékeznünk erről, vagy erről tudomást vennünk, és erre építve terveznünk a következő évtizedet. Hogyan alakul a megye agráriuma, és egy picit visszautalva itt az éghajlatváltozásra, a szélsőséges időjárásra, milyen teljesítményt tudott letenni az asztalra az elmúlt 4 évben? Próbálok pontosan fogalmazni, hogy nőtt a megye agrárkibocsátása is. Tehát ez sokat jelent a megyében élőknek. Az arányok változtak meg. Tehát egy népszeres ipari teljesítményi növekedés mellett nyilvánvalóan az agrárium nem tud 4-szeresére. Nagyon jók a termőterületeink, egyre jobban gazdálkodnak az emberek, de 4-szeresére nem tudják az agrárkibocsátást növelni. Viszont agrárpiaci erősödésünk, ezt még nem néztem utána, hogy a 4-szeres ipari kibocsátásban mennyivel van a, milyen értelem, milyen módon van az agrártermelésünk, tehát olyan vágóhidak vannak a megyében láthatólag, olyan baromfi develő telepek, és a többi, ami azt jelenti, hogy nem csak megtermeljük a agrárium kibocsátását, hanem fel is dolgozzuk. És egyre több embernek ipari munkahelyként ez ad megélhetést. Tehát a agrárium is jelentős mértékben hozzájárul a megye gazdasághoz természetesen, de arányaiban korán sem olyan mértékben, mint ezelőtt 15 évvel. Tehát mondjuk egy vármegyei választási kampány főleg, de mondjuk egy őszi időszak, anélkül, hogy az almáról ne beszéljünk, és ne legyen sokakat érdeklő és húsvágó kérdés, ilyen nem volt. Az utóbbi 5 évben voltak piaci zavarok, de egyre kevesebb szó esik erről, mert valószínűleg a szerkezetváltás is megtörtént, tehát kevesebb lialmát termelünk, és több a korszerű ültetvény, és tervezett módon folyik a gazdálkodás. Úgy látszik, ez a szerkezetváltás is sikeres volt, illetve a megye gazdaságán belül arányaiban szorult, termelési értékében, nem volumenében sem, de arányaiban szólt vissza a mezőgazdaság, és hát ez egész Európában, a fejlett ipari társadalmakban ez végbe ment ez a folyamat.
És hát ne is beszéljünk ugye a szolgáltatásokról és a turizmusról, amelyben ugyancsak komoly eredményeket értünk el. Elsősorban Nyíregyháza önkormányzata, de más vidéki települések is a turizmusban komoly eredményeket értek el. Ha már ez itt szóba került, hogyan alakul a megye település szerkezete, illetve a hátrányosabb helyzetű régiók, járások tudnak-e felzárkózni, vagy ezek a különbségek megmaradnak, vagy akár mélyülnek a kis települések élhetősége? Hogyan alakult az elmúlt 4 évben? Komoly kormányzati programok indultak ezeknek a feszültségeknek a oldására, amit a megyén belül is jellemzőek, tehát Nyíregyházán teljesen más a helyzet, mint egy távoli határ, mint széli faluban. A Csopusz ebben sokat segített, tehát polgármester kollégák arról számolnak be, hogy vannak építkezések olyan kis településeken is, ahol az utóbbi évtizedekben nem épült egy új ház sem. Ez mindenféleképpen örvendetes, és ezt a folyamatot erősítenünk kell. Nem csak kormányzati programokkal, hanem önkormányzati beavatkozásokkal is, infrastruktúrális fejlesztésekkel, ezek elmaradhatatlanok, hogy olyan urbánus környezet teremtsünk, például a Toppusznak is a segítségével, olyan közműfejlesztések legyenek, járdaépítés a falusi programokban, ugye a Magyar Falu programban, amik azt teszik lehető, hogy ugyanolyan urbánus körülmények legyenek kis településen, mint egy akár egy járásközpontban, vagy egy megyeszékhelyen. És hát akkor, legyenek bölcsődék, ahol gyerekeket lehet nevelni. Pontosan. Tehát a bölcsődék kapacitásunk az, nem jeleztem fel magamnak, de szerintem 4-5-szörese, akár mint ezelőtt, 12-13 évvel ezelőtt volt. Annyival több bölcsődei férőhely van, és ezek döntően kis településeken valósultak meg. Tehát a bölcsődei már nem városi intézmény, hanem kis településeken is van. Vannak családi bölcsődék, tehát ezek is fontosak, hogy a kis települések lakónépesség, megtartó képesség az megmaradjon. Sokkal jobb a környezet, sokkal másabbak a körülmények, a városi lét előnyeivel együtt ez lenne a kívánatos cél. Tehát ugyanolyan infrastruktúra legyen bölcsőde, legyen megközelíthető távolságban iskola, akár ipari vagy másmilyen munka, és akkor meg tudjuk őrizni ezeket az évezredes településeket, hogyha középkori visszamegyünk. Túl nagy változásra nem számítunk az új közgyűlésben, legalábbis a munka tekintetében. Mi az, amit örökül hagynak, és mi az, amit folytatni fognak, mik az új irányok, a meglévő és új irányok? 2011-et követően gyökeres változásokon mentek át a megyei önkormányzatok, sőt, most már vármegyei önkormányzatok. Ugye ez is ebben a ciklusban történt meg a régió jelnevezésünknek a visszakapása. Területfejlesztéssel, területrendezéssel foglalkozunk 2011 óta kizárólagosan, és ez jobban illik egy területi önkormányzathoz, mint itt, mintha intézmény fenntartók lennénk, mint egy iskolaközpontot, egy kórházat, vagy idősellátó intézményeket működtetnénk. Magyarul ezt lehet hosszabb távon gondolkozni, és stratégiákban gondolkodni. Így van, így tervezni, terveket készíteni, hálózatokba szervezni a településeket, és az új minisztérium, a Navracsics miniszter úr vezetésével felállított fejlesztési minisztérium ezt a üzenetet hozza számukra a következő években, hogy ezt a területet még inkább belakjuk, felkészüljünk azokra az időkre, amikor már az Európai Uniók nem lesznek kohézus forrásai. Ez a következő 5 évben akár elérheti Magyarország, így a vármegye is, hogy nem lesznek olyan, hihetetlenül hangzik, vagy furcsa hangzik, de nem lesznek olyan területi különbségek az Európai Uniós átlaghoz viszonyítva, hogy kohéziós forrásokra rászorulnánk. Viszont más európai alapokra annál inkább figyelnünk kell, és az asszorciós képességet növelni, amit ezek az Európai Uniós pályázatok jelentenek számunkra. Tehát ez jelenti a következő évek legfontosabb munkáját. A Toplusz, hát azt mondom, nagyon rutinszerű. A projektmenedzsmenti feladatokat látnak el a kollégáim. Több mint 200 projektet menedzseltünk az elmúlt években a Topban. Ez nagyjából így lesz a Topluszban is, de emellett egy új feladat, amit be kell laknunk, hogy olyan uniós programoknak a menedzselésére, megpályázására is felkészülünk, ami nem egyszerűen az Interreg programok, hanem közvetlen brüsszeli forrásokat jelentenek számunkra.
erre felállt a minisztérium, az intézményrendszer is kialakulóban van, ezt a hálózatos működést kell megtanulnunk egyetemekkel, kutatóintézetekkel, települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, hogy ebben még jobban tudjunk teljesíteni, mint az elmúlt időszakban. Mik azok a területek, amin szeretnének ilyen pályázatokat nyerni? Hát nyilván elsősorban változatlanul a közösségi működés segítő, önkormányzati működés segítő pályázatok. Legyenek akár ezek infrastruktúrális kutatásfejlesztési pályázatok, K+F tevékenységek, mezőgazdasági termelőkkel együttműködve, kamarával együttműködve, az egyetemmel együttműködő fejlesztési programok, tehetséggondozó programok, romák felzárkóztatását célzó programok, ami a következő évtizedek talán, hanem is a legfontosabb, de egyik fontos kihívása a megye, illetve a vármegye számára. Ha egy mondatban értékelni ezt az elmúlt 4 évet, akkor mi lenne az az egy mondat? Közhelyesen fog hangzani, de nyugodt építkezés, és a következő 7 években, 7 éves ciklusban már, mint ami az Európai Uniós Fejlesztési Ciklust illeti, illetve a következő 5 évben is ezt folytatni. Tehát itt sikerült egy olyan működést kialakítani az ellenzékkel együttműködésben sok esetben, ami ezt a nyugodt építkezés lehetővé teszi. Remélhetőleg a következő testület is így fog ebben gondolkodni, és így fog működni. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt, és a vendégünk volt ma. Köszönöm szépen. A régi sporttelep helyén új sportkomplexumot építenek Tiszalökön. A Honvéd úti futballpálya környezete jövőre teljes egészében megújul. Erre az Európai Uniótól 500 millió forintot sikerült pályázati úton elnyerni. A beruházás célja, hogy korszerű feltételekkel támogassák a város sportolóit, valamint vonzó alternatívát nyújtsanak a lakosságnak a szabadidő egészséges eltöltésére. Most még ez a tábla és ez a látvány fogadja Tiszalökön a Honvéd úti sportpálya bejáratához érkezőket, de már nem sokáig, mivel a kivitelező hivatalosan is elkezdte a sportkomplexum felújítását, illetve bővítését. Ez Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere jelentette be a sportpályán tartó sajtótájékoztatón, ahol elmondta, nem csak a futballpálya gyepszőnyege újul meg, hanem annak teljes környezete is. Ez a forrás, ez a úgynevezett top plusztos pályázati forrás, ami Európai Uniós pénz, zárójelben megjegyzem, a magyar kormány hazai forrásból előlegezte meg. 500 millió forintot nyertünk, amiben az előkészítés, a tervezés, az engedélyeztetés és minden más benne van, és nyilvánvaló maga a kivitelezés, mélyépítési, magasépítési része Tetszuzámen. És ez a terület most lett átadva a hétfői nappal emlékeim szerint a kivitelezőnek, aki már elkezdte a régi öltözőnek a bontását, és 6 hónapja van rá, hogy ezt befejezze. Nyilvánvaló, hogy nem tudjuk, hogy milyen tél vár ránk, milyen akadályok jönnek, de elméletileg jövő tavasszal ez a komplexum kész lesz. Itt az előzetes beszélgetés során elmeséltem egy gyerekkori élményemet, valamikor 12-14 éves koromban lehetett, az nagyjából 50 éve, hogy a barátaimmal Tiszatardosról átjöttünk ide a pályaavatóra, és emlékeim szerint akkor kaptam életem egyetlen pofonját a nagynénémtől, hogy hol voltam, mert akkor még nem volt mobiltelefon. Tehát ezzel meg is határoztam, hogy milyen korú ez a létesítmény, és nyilvánvalóan nem felel meg a 21. század elvárásainak, ahol több utánpótláskorú fiú labdarúgó csapat edz és versenyez, ifisták, versenysportolókról beszélünk, illetve a felnőtt, jelenleg megyekettes csapatunk, és hát itt mindent meg kell újítani. Kivétel maga a füves pálya, mert annak a felújítási költsége az óriási lett volna, ez jelenleg nem volt elérhető, de minden más is. Akkor, hogyha megengedi, felsorolom, először is említést tettem, az öltöző az dózer, és teljesen új, modern öltöző épül, ami nagyon fontos, hogy a fenntarthatóság jegyében készül az öltöző, tehát az elektromos áram, víz, gáz és minden a takarékoskodás jegyében fog működni. A nézőknek kinti WC, rokkant nézőinkre is gondolunk, nekik is rokkant WC, 2 különböző helyen parkolók lesznek kialakítva, az egész komplexum az új kerítés kap utcafronton, egy zártabb kerítést és a többi helyen pedig nyitottabbat. Bent a nézőtér egyik oldalán ugye magas lelátónk van, de ez a több évtizedes történet,
Itt teljesen új nézőtér lesz kialakítva, műanyag székekkel, és a nézőtér egy része fedett lesz. A pályát körbevevő korlátok ki lesznek cserélve. Ahol most állunk, itt eredetileg futópálya, salakpálya volt. A fű, a természet átvette a hatalmat itt az évtizedek során, és itt egy 427 méter hosszú, 1 méter 20 széles rekordtán futópálya lesz. Nyilvánvaló, hogy nem a versenysportolókra gondolunk ebben a tekintetben, hanem a tömegsportosokra, ami egyik motivációja is volt ennek a fejlesztésnek, hogy egy olyan teret kínáljunk, egy biztonságos, minden tekintetben biztonságos, 4 évszakos teret kínáljunk a tömegsportosoknak, hogy jöjjenek és itt fussanak, itt kocogjanak, és ez a pálya, ami meg lesz világítva a napelemes kandelláberekkel, ez gyakorlatilag január 1-től december 31-ig, 0 órától éjfélig. Nyilvánvaló, hogy nem igaz, de elérhető lesz, tehát magyarul a sötétben is használható lesz. A futballpálya mögötti labdafogóhálók, ők is kiszolgáltak, nem ez a legnagyobb tétel, de ők is ki lesznek cserélve. A gyermekekre is gondoltunk, egy igen komoly játszótorony lesz kialakítva, egy kicsit hiány szenvednek a helyiek a játszóterekben. Volt már ilyen fejlesztésünk, de az évtizedek alatt azt is megette az idő, meg a nem törődömség. Itt ez egy őrzött komplexum lesz, talán több évet fog kapni a gyerekektől. Filagóriák lesznek kialakítva, ahol közösségek, családok, munkahelyi közösségek ülhetnek le, főzhetnek, beszélgethetnek, lesznek okospadok, amelyek lehetőséget biztosítanak a telefonok töltésére, ingyenes wifi elérhetőséget biztosítanak. Lesz egy streetball kosárpálya, ugye nagyon nagy divat, és a magyar felnőtt férfi és női válogatott a világ élmezőnyében van, ha valaki nem tudná. Egy ilyen is lesz építve, illetve szó szerint egy műjégpálya. Nyilvánvaló, hogy nem a legnagyobb méretű, ez is 4 évszakos, és hát ha télen is fognak tudni görkorcsolyázni a fiatalok, és télen természetesen korcsolyázni, ennek megvan a technológiája, tehát ez is meg fog épülni. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a választókörzetében Nyírtelek, Ibrány és Tiszavasvári mellett Tiszalok is jól pályázott az elmúlt években Európai Uniós forrásokra. A képviselő hangsúlyozta, a sportkomplexum kiépítése nem csak a sportolókat, hanem a lakosságot is szolgálni fogja. Talán a tiszalöki lakosok, polgárok is azt mondják, hogy ha van ilyen infrastruktúra, akkor kijövök futni, és teszek az egészségemért, ami lehet, hogy egy egyéni program, de valahol társadalmi szinten is megjelenik, mert nem lesz annyi ember beteg, és akkor a munkaerőpiacról nem hiányoznak, illetve a versenysport is profitálhat ebből, hiszen itt Tiszalökön, akár a labdarúgásra, kézilabdára gondolok, nagyon komoly hagyományai vannak a csapatjátékoknak. Cserés Csaba, a Tiszalöki Városi Sport Egyesület elnöke úgy fogalmazott, egyesületük fennállása óta az egyik legjobb szezonját zárta. Két szakosztály működik 10 éve, kézilabda és futball. A kézilabdában kizárólag női kézilabda és fiú foci. Mind a két szakosztályban 5 utánpótlás csapatunk van, akik bajnokságban versenyeznek, és van egy felnőtt megyei másodosztályú futballcsapatunk és annak egy U19-es ifi csapata. Így tevődik ez össze, és évek óta, ha nézzük az elért eredményeket, akkor bajnokok lettünk az utánpótlás fiú csapattal, U19-es csapattal, és második helyezést értünk el a felnőtt futballcsapattal. A lánykézink 8 éve indult el az utánpótlás kézi csapat, már most 4 csapattal plusz egy kicsi félig nevezzük csapatnak, még tímmel megyünk, és itt is a legeredményesebbek voltunk, ugyanis ebben az évben 2 korosztályban is megyei döntőn keresztül országos döntőbe jutottunk, plusz országos döntőbe kerültünk strandkézilabdában is. Idén már második alkalommal rendeztek gyermekvédelmi konferenciát a Vármegyei Rendőrfőkapitányságon. A rendezvényen elhangzott, a gyermekvédelem egy olyan össztársadalmi probléma, ahol olykor perceken is múlhat egy ember élet.
Interaktív konferenciát tartottak a Vármegyei Rendőrfőkapitányságon a gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőinek részvételével. Az előadásokat követő kérdések a rendszer tökéletesítését célzó párbeszédeket indítottak. A legfontosabb az, hogy a jelzések időben érkezzenek a problémás helyzetek megoldása érdekében. A rendőrség számára a gyermek és ifjúságvédelem mindig kiemelt terület volt. A másik oka pedig az, hogy megszerveztük már második alkalommal a főkapitányságon a gyermekvédelmi konferenciát, az, hogy nagyon fontos, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetői között folyamatos kapcsolat alakuljon ki. Elengedhetetlen, hogy ismerjük egymás tevékenységét, munkáját, kompetenciáit, mert szükség esetén csak így tudunk hatékony segítségnyújtást biztosítani. Dr. Kruták Gyula ügyész az elmúlt 30 évben számtalan alkalommal megjelent már a rendőrségen, hasonló a gyermekvédelem területén működő kapcsolattartás segítő és elmélyítő egyeztetéseken. Azóta azért van egy új eljárási törvényünk, van egy új büntető törvénykönyvünk, vannak új tényállásaink. Haladunk a korral, az unióval, az elektronikával, a fejlődéssel. 30 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt a gyermekpornográfiának ilyen formájú megjelenése, ami gyakorlatilag ma, nem azt mondom, hogy az életünk szerves részévé vált, de mind gyakrabban találkozunk vele sajnos. Ön ma miről, milyen témában tart előadást? A nyomozóhatóság, a rendőrség a szervező felkérésére a gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmények, különös tekintettel a szexuális jellegű cselekmények vonatkozásában a bizonyítás aktuális kérdéseire, az együttműködésre, illetőleg az eredményes vádemelés szempontjából felhozandó kérdésekre. Mindenki figyeljen magára, figyeljen a gyerekére, figyeljen a környezetére. Nem lehetünk eléggé éberek. A legkisebbeknek a védelme az a maximális figyelmet igényli mindenki részéről. A jogszabályi változások értelmében a kormányhivatal fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezhet a jelzőrendszeri tagmunkáltatónál a jelzés elmulasztásáért. Kiemelté vált mostanra például a kötelező védőoltások nem beadatása is a gyermeknek, de kötelező a jelzőlap használata is. Tulajdonképpen a mi felfogásunk szerint egyébként a jelzőrendszernek tagja minden állampolgár, mert ezek a gyermekekkel kapcsolatos bűncselekmények úgy gondolom, hogy közügyek, tehát nem maradhatnak a négy fal között. De hogyha szoros értelembe vesszük a jelzőrendszert, akkor a jogszabály meghatározza azon szervezetek körét, akinek a munkája kapcsolódik a társadalom valamilyen pontjához szorosan, a házi orvosok, védőnők, a rendőrök, az áldozatsegítők, és nekik jogszabályi kötelességük, hogy a munkájukon túl egy ilyen kiterjedt figyelemmel járjanak el a gyerekeket érintő esetek kapcsán, és hogyha bármilyen veszélyeztetettséget érzékelnek, akkor azt a megfelelő helyre, ha kell hatósághoz, ha kell a gyermekjóléti szolgálat felé jelezze. Szeretném megkérdezni, hogy vajon hányan kerülnek a sértettek közül az önök látók körébe, tehát hányan juthatnak el oda, hogy valóban fény derül esetekre? Erre egy pontos számot nem tudok, de nyilván egy-egy bűncselekmény, amikor történik, bármilyen típusról is beszélünk, az nem csak a közvetlenül elszenvedett sértettet érinti, hanem a közvetlen hozzátartozóit is. Tehát számos esetben fordult elő, hogy nem konkrétan gyermekáldozat került hozzánk, hanem mondjuk az édesanyja egy kapcsolati erőszak áldozataként, és a szükségletfelmérő beszélgetés során derült ki az, hogy a gyermek is szemtanúja volt a bántalmazásoknak, vagy hogy ő ebben az örlő közegben él, és szüksége van segítségre, és általában a leggyakoribb szolgáltatás forma, amit tőlünk érnek, az az ingyenes pszichológusi segítség. A központ nagyon jól felszerelt gyermekekre specializált diagnosztikai és terápiás eszközökkel. Mit nyújt önöknek, önnek ez a konferencia? Én ezt nagyon fontosnak tartom,
hiszen ezeket a kommunikációs csatornákat folyamatosan nyitva kell tartani, nem csak akkor, amikor egy-egy eset megkívánja, hanem akkor is, amikor nincs konkrét eset, ami miatt összegyűjjünk, hiszen nagyon gyorsan változik a környezet, akár ha csak a jogszabályi környezetet is nézzük, ezeket muszáj átbeszélnünk, muszáj ehhez alkalmazkodnunk, és ezek az eszmecserék, ezek megfelelő fórumai lehetnek ezeknek a megbeszéléseknek. Nagyon fontos, hogy milyen hamar érkezik jelzés a problémáról. A gyermekvédelmi jelzőrendszer fontos része a lakosság, ezért kérik, hogyha azonnali beavatkozásra van szükség, keressék az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatot, ahol munkaidőn túl készenléti szolgálatot tartanak. Nyíregyházán ezt a 3620 9282 367-es telefonszámon tehetik meg. Sokszor kényes témának érzik ezt akár a szomszédok, akár a hozzátartozók a magánügyben nagyon nem szeretnek beavatkozni. Mindig azt mondjuk, hogy bármilyen veszélyeztető és különösen súlyos veszélyeztető körülményt tapasztalnak, jelezzék ezt, ha más nem név nélkül a 112-es hívószámon. A gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői kérik a lakosságot, segítsék a munkájukat és a bajba jutottakat az azonnali jelzésekkel. Mai 35 perc című műsorunk véget ért, köszönjük a figyelmet, legközelebb ezzel a műsorral szerdán találkozhatnak, viszontlátásra!